Magyarországon 5-ször fordult elő, hogy egy rossz indulatú daganat eltávolítását követő nőgyógyászati műtét után valaki teherbe esett és egészséges újszülöttet hozott a világra. Egy 34 éves Baraton Edericsi nő tegnap a Veszprémi Kórházban terhességének 36. hetében szülte meg a kislányát. Azt mondta, hogy több mint 4 évet vártak erre. Anyuka és a kisbaba is jól vannak. Az apró kislány szerdán született a Veszprémi Kórházban azt követően, hogy az édesanyát évekkel ezelőtt még rossz indulatú daganattal kezelték. Orbán Lilian Anna, 2550 gram és 51 centi. A kislányra nagyon sokat várt a család, még most végre megszülethetett. 4 év után, 1,5 év után. A megilletődött édesanya nem szívesen beszélt korábbi betegségéről, orvosai szerint nem kis kockázatot vállalt, amikor úgy döntött, hogy kihordja a gyermekét. Olyan műtéten esett át, ami kapcsán ugye a méh nyak, ami a terhesség megtartásának egy nagyon nagy szerepét vállalja, eltávolításra került azzal a betegség miatt. Ő ennek ellenére ezt a terhességet nagyon fegyelmezetten és nyugodtan viselte végül. Az orvosi szenzációnak számító eset részleteit egy sajtótájékoztatón ismertették. Egy rossz indulatú nőgyászati megbetegedés volt. Az operatőrök akkor azt a döntést hozták, hogy egy olyan műtétet végeznek, ami még megtartó műtét, azaz lehetőséget ad a kismamának arra, hogy teherbe essen, és ezt követően ki is hordja a magzatát. Ez valóban meg is történt, és ennek következtében a műtét után spontán teherbeesés és a szigorú kontroll mellett kihordott terhesség volt, aminek a 36. hetében a tegnapi nap során császármetszéssel egy érett egészséges újszülöttet tudott világra hozni az édesanyja. A kórház igazgatója azt is fontosnak tartotta, hogy az édesanyja annak köszönheti gyógyulását és egy kislányát is, hogy nála időben vették észre azt, hogy szervezetét megtámadta a rossz indulatú betegség.